Van igény az automata sebváltós iskola kocsira, és az ilyen oktatásra Székelyudvarhelyen véli Szilágyi Ferenc. A szakember úgy látja, a világ a kényelmesség felé halad, az autóipar fejlődése is ezt mutatja. Az oktató két réteget szeretne kiszolgálni, egyrészt azokat, akik kifejezetten automata sebváltós autóval szeretnének vizsgázni, másrészt a mozgássérülteknek is lesz lehetőségük tanulni ezzel a kocsival. Fontos információ, hogy azok, akik így tanulnak, a vonatkozó törvények szerint csak egy különbözeti vizsga letétele után vezethetnek úgymond hagyományos gépkocsit. A hajtásengedélynek van a 12. sorában egy bejegyzés, ami fel lesz tüntetve, hogy automatával vizsgázott, tehát nem lesz joga manuálist vezetni. Ellenben, ha néhány hónap múlva, fél év múlva, év múlva mégiscsak kedvet kap, akkor egy 6 órás gyakorlás után, amit a törvény előír és kötelez, 6 órás gyakorlás után a manuális váltójú gépjárművel egy különbözeti vizsgát kell tegyen, tehát csak gyakorlati vizsgát, elméleti vizsga nélkül. Székelyudvarhelyen hetente két alkalommal vizsgáznak, összesen mintegy 70-en. A szakember szerint többnyire fiatalok szeretnének gépjárművezetői engedélyt szerezni.